Most értünk át Ukrajnába a Bereg-Surányi határon, és kilométerek óta egy Magyarország irányába tartó kocsisor mellett jövünk. Elképesztő mennyiségű ember próbál átjutni a határon. Mindenfajta közlekedési szabályt áthágva, itt szembe jönnek a mi sávunkban villogva. Ha előre nézünk, akkor ameddig a szem ellát, addig állnak a kocsik. Szerintem itt több, akár 10 000 ember is várakozhat arra, hogy elhagyja az országot. Mi történik? Ja, ez... De miért? Ne, nyugi. Nyugi. We are journalist. Okay, sorry. Wages machine. Okay, menj, okay. No. We have papers. Wages machine. Okay. Документы. Камера где? Okay, we are journalists. We have... Я рад. Какого хуя снимаешь, блядь? Okay, sorry. Where is your camera? It's here. Give it to me. Give me your camera, man. Sorry. Please, get out of the car. I delete, okay? No. Stay near with the car. Okay. Come here. Okay. We are friends. We are friends of you. What are you doing here? We are you journalists. We are friends. We come here to tell. Why do you film us? Because so many people, not you, but people who are leaving. We are friends. Megérkeztünk Kijevbe, szerencsésen végződött a beregszászi pisztolyos kalandunk. Összesen egyébként 3 órát tartottak ott minket a rendőrőrsön. Tüzetesen átvizsgáltak, és azt mondták, hogy egyszerűen erre azért van szükség, mert hadiállapot van, és ilyenkor mindenkit, aki gyanús, bevisznek, mi pedig gyanúsak voltunk, mert kamera volt nálunk. Az idegesség egyébként érthető, hiszen aznap támadta meg Oroszország Ukrajnát. Hosszas ügyintézés után azonban végül barátsággal engedtek utunkra minket, és most már Kijevből folytatjuk a tudósítást.